A mostani alkalommal egy 2020. decemberében útjának indult folyóiratról fogok beszélni. Nem terjesztik országosan, és újságosoknál sem lehet megtalálni. Így előfordulhat, hogy többeknek elkerülte a figyelmét. Pedig egy igazán pofás kis folyóirat. Mint tartalmával, mint stílusos megjelenésével jogot formálhat a normalitás pártján álló ember érdeklődésére. Egy szellemi és társadalmi kérdésekkel egyaránt foglalkozó lapról van szó. Leginkább a ma már egészen legendásnak nevezhető, 90-es évek végén és 2000-es évek elején működő Pannonfront, Sacrum Imperium és Északi Korona nyomvonalát követi. Témáit és ideológiai hátterét tekintve is. Ez már a névválasztásból is kiderül. Duo Gladi. Azt jelenti két kard. Az egyik a világi hatalmat, a másik a szellemi tekintélyt szimbolizálja. Hasonlóan a pápai címeren található két kulcshoz, ami ugyanilyen jelentéssel bír. A szerkesztők nézete szerint a világ eseményeivel kapcsolatos elvi állásfoglalások és gyakorlati lépések csak akkor lehetnek igazán helytállók, ha azok az örökérvényű tradicionális igazságokon nyugszanak. Ezeknek a hagyományhű elveknek a részletezése, árnyalása történik az egészen szertágazó témákat felvonultató cikkekben. A lapot a 64 vármegye adja ki. Kezdetben csak belső használatra készült. Vármegyésektől vármegyéseknek. De hamar kiderült, hogy az érintett témák jóval szélesebb kört is foglalkoztatnak. Szó esik aktualitásokról is. Például a jelenlegi háború elfogultságtól mentes, mindkét oldal hibáit figyelembe vevő megközelítéséről. Történelmi, hadtörténeti, vallási és néprajzi kérdésekről. Többször visszatér az olyan főbb hagyományos ideák fejtegetése, mint az önfeláldozás, a hűség, a heroizmus vagy a birodalmiság. Egy egész külön szám foglalkozik a nemiség kérdésével, és ami nagyon tetszett, hogy a készítők a technokrata törekvéseket is kitűnően átlátják, és azok éles bírálatát adják. Érdekes könyv, film és zene ajánlókat is találunk. Szeretek az olyan rövid kulturális ajánlókból csemegézni, amit hasonló szemléletű emberek írnak. Mindig meg tudnak lepni valami érdekességgel, ami elkerülte a figyelmem. Rendre megjelennek tradicionalitáshoz többé vagy kevésbé köthető szerzők. Julius Evola, René Guénon, Martin Linx, Eliade, Ernst Jünger és mások fordításai. Gyakori külsős munkatársa titokzatos varázsló macska. Papi hivatást betöltő vagy teológusként működő szerzők, és felbukkannak olyan magyarországi, tradicionális gondolkozók nevei is, mint Horváth Róbert vagy Baranyi Tibor Imre. Örömteli, hogy Magyarországon még ma az esőerdők álszent védelmezőinek és az olvasás feledésbe zuhanásának korában is tud működni egy ilyen, radikalitását nyíltan felvállaló, tradicionális ideológiát képviselő kiadvány. Néhány cikkben és megnyilvánulásban azért érződik egy csipetnyi benfentesség, tehát hogy ez egy szűkebb körlapja, illetve kissé túlsúlyban vannak a véleménycikkek és az általánosabb témájú írások. Előbbi felett könnyű átsiklani, utóbbi esetében pedig az a meglátásom, hogy sosem állt az ismétlés, hagyományos elveink újbóli megragadása és megrágása, más oldalról történő megközelítése. Hasznos szellemi műhelynek tartom ezt, amely hozzájárul, hogy még a sötét időkben is érvényesíteni tudják magukat, a fény erői. A Duo Gladi az első évben havonta jelent meg. Idén két havonta, vastagabb, dupla számokkal jelentkezik. Rendelni és előfizetni a lap honlapján van lehetőség, aminek elérhetőségét a videó alatti leírásban megtalálhatjátok.